Már csütörtökön délután megkezdődnek a nyíregyházi városnapi programsorozat rendezvényei. A megyei levéltárban bemutatkozik a testvérváros Iserlohn levéltára, mint a város emlékezete jelmondattal. Ezt követően a József András Múzeumban az Iserlohni Múzeum kiállítását nyitják meg Iserlohni Dohányszelencék címmel. Nyíregyháza újratelepítésének 262. évfordulója alkalmából pénteken 14 órától tartják meg az ünnepi közgyűlést a városházán. Gróf Károlyi Ferenc nyíregyházának akkor a legnagyobb birtokosa, akik a Rákóczi családtól örökölték meg egyébként a nyíregyházi birtokrészt. Szétnézett a pusztájába, és rájött arra, hogy igen kevés ember van, és jövedelme pedig nem származik ebből a hatalmas területű városból, és embereket, jobbágyokat próbált toborozni. Ugye ezzel bízta meg a Petrikovics Jánost, hogy szerezzen ide neki embereket, aki pedig Békés megyében talált második generációs szlovákokat, akiket már itt tirpákoknak rosszul beszélőnek neveztek el. Úgyhogy ő volt ez a két úr, aki lényegében Nyíregyháza korai történetében jelentős szerepet játszott, nem hiába van nekik itt szobruk a városban. És hát innentől kezdve ez a 300 család, aki elsőre bejön a városba, alapítja újra lényegében Nyíregyházát. Két testvérvárosi jubileumról is megemlékeznek, hiszen Iserlohnnal 25, Szatmár Németivel pedig 15 éves a kapcsolat. A közgyűlés után ünnepi megemlékezés és koszorúzás lesz a város alapítók szobránál. Pénteken délután a nyíregyházi nemzetközi pléner művésztelep kiállítása nyílik a Váci Mihály Kulturális Központban, a Kossuth téren pedig az akusztikus zene ünnepe 7. évadján bemutatkozó zenekarok lépnek színpadra. Este 18 órától ünnepi hangversenynek ad otthont a Váci Mihály Kulturális Központ. Szombaton újra benépesül a Kossuth tér, a színpadon fellépők szórakoztatják a közönséget, de lesz kézműves termékek és tavaszi virágok vására, civil forgatag, népi játszótér és kézműves foglalkozás. A városnapi programokat a Folk Fusion Band koncertje és utcabán zárja.